Ők tizen lettek ma délután magyar állampolgárok. Az eskü után először énekelhették el magyar állampolgárként a himnuszt. Schmidt Csaba polgármester köszöntőjében elmondta, hogy ugyan az állam és a magyarság határai nem esnek ma egybe, de kötelességünk, hogy összekössük a határ két oldalán érő magyarokat. Itt a városban is mindig fontos volt az összefogás, a Báhidai csatától egészen napjainkig. Legyenek aktív tagjai közösségünknek, mondta Schmidt Csaba, aki a honosítási ceremónia végén külön-külön is elbeszélgetett az új magyar állampolgárokkal. Nagy nap ez a mai. Hát eléggé nagy, igen. Örülök, hogy itt lehetünk, és kimondhatjuk mi is, hogy most már magyar állampolgárok vagyunk, ugyanis őseink is, most az őseinktől visszakaptuk ezt, amit elvesztettünk, úgymond. Ön honnan jött hozzá? Csíkszeredából. Nagyon messze van. Hát csak 700 kilométer. És mi célból jött ide? Hát munkahely céljából jöttem ide, mert otthon eléggé kilátástalan volt akkor per pillanat a helyzet, és akkor így az élet ide vetett. Úgyhogy hol dolgozik? Én Biatorban vagyok, az Airpine Elektronikai Kft-nél. Látom, van párja is? Igen, hát feleségem most már, úgyhogy most már jöhetne a gyerek, és akkor kész a nagy család. És itt szeretnének maradni? Igen, itt szeretnénk mindenképp. Tehát itt szeretnénk letelepedni, csak még lehet, hogy a munkahely még változtatnánk. Sokat várt erre a papír? Hát nem sokat. Mennyit? 6 hónap. Mit kellett csinálni hozzá, hogy magyar állampolgár legyen? Hát a nagyszülőknek a igazolványait, az édesapát, édesanyjának az igazolvány. Hát sok türelem. Honnan jött ide hozzá? Segesvár, Erdélyből. Az is jó messze van. Mi célból jött ide? Hát látogatás, keresztanyám, nagybátyám, és itt telepettem. Itt ragadtam. Munka van? Hát jelenleg nincsen. Most otthon csak dolgozom. Itt nem dolgozunk. És mit szeretne? Hát ide költözni valahogy. Úgy jártunk, hogy februárban kellett volna jöjjünk, és akkor elhalasztottuk. Most jöttem ki április 8-án. Hol laknak Erdélyben? Gyergyószent Miklós. A férjem itt dolgozik, és én jöttem látogatóba. Hol dolgozik? A Geftek Kft-nél, az Aluparkban. Jó itt? Jó. Jó a munka, jó a fizetés? Jó, jó minden jó. Megvan. Mindennel megvannak elég. Meg vagyunk elégedve. És itt akarnak maradni nálunk? Nem akarnak hazamenni? Hát nem hiszem, hogy itt maradhat. Itt maradunk, itt fogunk maradni. Majd, amíg dolgozunk, addig itt vagyunk.